60 éve, 1957. január végén hozták létre a Kádár korszak talán legmegbízhatóbbnak tartott fegyveres testületét, a munkásőrséget. A szervezet az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire volt válasz. Kádár és párttársai egész uralmuk idején annyira féltek egy újabb rendszerellenes megmozdulástól, hogy csak egy kizárólag hozzájuk hű milícia rendszerű fegyveres testületben látták biztonságuk zálogát. Kis Dávidnak, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársának a közeljövőben könyve jelenik meg, a Munkásőrség története és előzményei címmel, az egykori párthadsereg megalapításáról. A történésszel Hatos Gyula beszélgetett. január 29-én az MSZMP ideiglenes intézőbizottsága határozatot hoz egy pártmilícia felállításáról. Ugye ekkor még népőrségről beszélnek, és ebből lesz később a munkásőrség. Miért kellett ezt a munkásőrséget létrehozni? Mi volt ennek az előzménye? Hát ennek több előzménye is volt, tehát a két világháború közötti Németországban, illetve Ausztriában működtek különböző párthadseregek, nem csak a kommunista pártnak, vagy nem csak a szociáldemokrata pártnak, hanem más szélső jobboldali vagy radikális jobboldali pártoknak is voltak ilyen párthadseregeik. Na most az osztrák republikánisel Schutzbund mintájára, mi az ottani szociáldemokrata rendező gárda volt, vagy ilyen véderő, vagy párthadsereg, szervezték meg tulajdonképpen Magyarországon a két világháború között a szociáldemokrata pártnak a rendező gárdáját, és gyakorlatilag ennek a mintájára a Magyar Kommunista Párt is megszervezte maga rendező gárdáját. Itt egy érdekességet emelnék ki, a Magyar Kommunista Párt rendező gárdája 1947-re már 24 ezer fősé vált, ezzel szemben volt egy magyar honvédség, ami 13 ezer főt sem ért el. Ez volt gyakorlatilag az előzménye, ezt a rendező gárdát 1950-ben, ugye akkor már MDP rendező gárdája teljes mértékben felszámolták, majd a forradalom előtt a Partizán Szövetségben vetődött fel annak az ötlete, hogy valami hasonlót újra kéne szervezni, erre nem került sor. A forradalom alatt először október 24-én az ideérkezett úgymond szovjet pártvezetők adnak egy ilyen tanácsot, hogy munkás alakulatokkal állítsák helyre a rendet. Ezeknek a szervezés egyébként meg is kezdődik a forradalom alatt, mert ugye az október 30-i budapesti pártbizottság székházának az ostroma ezt gyakorlatilag meghújisítja, ugyanis a törzset, amely a feladata lett volna ennek a munkás alakulatoknak, vagy munkás őrségnek, mikor, hogy nevezték őket a szervezése, ez gyakorlatilag október 30-án szétkergetik, és Kádárék a forradalmat követően foglalkoznak majd ismét ezzel az ügyel. Ha jól tudom, már novemberben fölmerül egyfajta munkásőrség felállítása, de elég elhúzódik, hiszen csak január végére konkretizálódik a dolog. Igen, itt több határozat is születik. Nagyon fontos, hogy sok határozat a párt szerveken belül, tehát ez az akkori MSZMP párt vezető szervein belül születik meg. Az első ilyen kormányhatározat november 7-én van, a milíciáknak a felállítását írta elő, majd november 21-én, illetve december elején is, akkor már az ideiglenes intézőbizottság ülésén születik két határozat. Az egyik szerint a gyárakban kéne elkezdeni a szervezést, a másik szerint pedig egyfajta ilyen területi közigazgatási alapon kéne ezt a szervezést elkezdeni. Egyébként el is kezdik, tehát már november folyamán arról vannak adatok, hogy novemberben már egy közelően 500 ős milyen rendező, gárda vagy polgárőrség, tehát mikor, hogy nevezik őket, működik a akkor újjászervezés alatt lévő budapesti rendőrség mellett, majd számuk olyan 1000 fő körülre megy felé végére, aztán január elején 3000 fő rendezőgárdáról tudunk, akiknek a vezetőinek, több kerületi vezetőnek az a Halos Lajos tart ekkor értekezletet, aki a korábban említett Magyar Kommunista Párt rendezőgárdájának volt a vezetője, illetve aki a munkásőrség első parancsnoka lett 1957-ben, és 1962 az is volt, illetve az is maradt. Miért volt szükség konkrétan a munkásőrségre? Hát ugye a honvédség, illetve a rendőrség az gyakorlatilag egy ilyen újjász
felszervezés alatt áll 1956 novemberében. A másik dolog az, hogy amíg ugye ez zajlik, addig felállítanak egyrészt egy karhatalmat. Pufajkásokat Budapesten 3000-et szerveznek, plusz mellé szerveznek egy belügyi karhatalmi ezredet. Ez a belügyi karhatalmi ezred ez 1975-ig megmarad egyébként. Másik 3000-et, ami úgynevezett honvéd karhatalom, az 1950. december 20-ára teljes mértékben felszámolják. Illetve ami még fontos, hogy az úgynevezett Hodosán csoportot, a kiskunhalasi magyar néphadsereg lövész alakulatát, ez Budapestre vezénylik, ők is karhatalmi munkát végezzenek. Vidéken a nagyobb városokban karhatalmi zászlóaljakat állítanak fel. Hát róluk el lehet mondani azt, hogy gyakorlatilag ők hivatásos katonák. Most vegyes a kép, hogy ugye kikből áll össze ez a karhatalom. Vannak közöttük volt AVH-sok, vannak közöttük tisztek, tartalékos tisztek. Tehát igazából azokat szedik össze, akikre Kádárék biztosan számíthatnak. És ezt kiegészítendő kezdik el ezeket a milíciákat szervezni. Ugye ennek a milíciának az a lényeg, hogy ezek nem hivatásos katonák, hanem hogy munka mellett katonáskodnak. Most azért még egy dolgot megemlítenék a munkásőrség szervezések kapcsán, hogy azért csehszlovák, illetve NDK-s mintát is felhasználnak. Na most a szervezés úgy néz ki, hogy a január 29-én megszületik ez az ideiglenes intézőbizottsági határozat. Március 15-ig kinevezik a tiszteket, de ezeknek a nagy része a karhatalomból kerül át. Ugye, és a karhatalommal kapcsolatban lényeges ezt megemlíteni, hogy áprilisban a honvéd karhatalom megszüntetéséről hoznak határozatot, és hogy ezeket az embereket el kell valahova helyezni, legtöbben a újjá szerveződő magyar néphadseregbe mennek át, de a munkásőrség függetlenített az a hivatásos tiszti állományát, és ők alkotják ezt követően. Ugye itt mindig felmerül a kérdés, hogy függetlenített állományból hányan voltak korábban AVH-sok, hát itt 11 főről szól a statisztika. Egyébként Halas Lajos is az államvédelmi szerveknél szolgált az 50-es évek elején, a pártőrséget vezette, tehát akik vezetőkre többek között Rákosira is vigyáztak. A munkásőrség tagfelvételénél a párthűséget tartották a legfontosabbnak, így a kezdeti időszakban több olyan személy is bekerült a testületbe, aki sem erkölcsileg, sem szakmailag nem volt erre megfelelő. Sokuknak priusza is volt. Ennek is betudható a rendkívüli események maga száma. Korabeli rendőrségi jelentések számos ilyet megörökítettek. Az R csoport jelentette, hogy értesítés alapján szálltak ki a Fehérökör vendéglőbe, ahol TM munkásőr egyenruhában és géppisztollyal ittas állapotban intézkedni akart és botrányt okozott. Nevezettet a 14. kerületi rendőrkapitányságnak adták át. A második zászlóalj állományába tartozó B.J. munkásőrt, aki az Aranycsillag étteremben ittas állapotban fegyverhasználattal fenyegetőzött, a 20. kerületi második honvéd karhatalmi ezredben szolgálatot teljesítő K.D. százados lefegyverezte és a 20. kerületi rendőrkapitányságra előállította. Szeptember 30-a. Őrizetbe vették L.L. bányamunkás munkásőrt. Ittas állapotban bement a munkásőrség őrszobájára, és ott az ágyra lefeküdt. Majd a szolgálatos M.I. munkásőr az ajtót rázárta, és a szobából eltávozott. Közben L. felébredt, és mivel nem tudta az ajtót kinyitni, egy sorozatlövést adott le a bezárt ajtóra. A folyosón elhaladó S.L. lakost hasba lőtte. A sérültet súlyos állapotban a kórházba szállították. Az ügyben a vizsgálatot bevezették. A Kádár vezetés úgy látta, hogy 56-ban minden szétesett. A honvédség, a rendőrség, az AVH nem működött. És azt gondolták, hogy ha van egy munkásőrség, egy párt hadsereg, akkor erre bármikor, bármilyen szituációban számítani lehet? Ezért állították fel a munkásőrséget? Igen, ezt egy ilyen utolsó adunak gondolták. Különösen a kezdeti időszakban, de egyébként végig azért olyan szempontból számítottak rájuk, hogy a rendszer védelmében. Mondok egy példát, 1957. március 15-e vegyes rendőri, karhatalmi, honvédségi, munkásőri objektumőrzés működik, vagy járőrözés működik, pont azért, hogy munkásőrök odafigyeljenek az akkor még sok szempontból nem megbízhatónak tartott rendőrökre, vagy magyar néphadsereg katonáira. Nagyon lényeges az, hogy a Kádár rendszernek végig a rendszerváltási
volt egyfajta ilyen 56 fóbiája. Tehát tartottak attól, hogy adott esetben, hogy ha úgy alakulnak a dolgok, akkor hasonló események történhetnek, mint amelyek 56-ban történtek. Ezt azért merem állítani, mert egész egyszerűen megvannak a háborús tervek. A háborús tervekben arra az eset, hogyha ugye a háború robbant volna ki a két szövetségi rendszer, a NATO, illetve a Varsói szerződés között, arra az esetre rengeteg, vagy elég nagy számú alakulatot, és itt különösen munkásőri, illetve belügyi karhatalmi alakulatot tartalékoltak volna arra, hogy a belső rendet fenntartsák. Tehát tartottak attól, hogy egy esetleges háború esetén belső zavargások törhetnek ki. Az, hogy ez a félelmük mennyire volt indokolt, vagy nem, az egy más kérdés, de végig benne volt a rendszerben, hogy ettől tartottak. Összefoglalva, mit lehet elmondani? Beigazolódott az a remény, amiért felállították a munkásőrséget? Tehát egy párthű hadsereg alakult, amire minden időben, mindenkor számíthatott a pártvezetés? Én úgy gondolom, hogy Kádárék elégedettek voltak a munkásőrséggel. Ugye ennek a létszáma 57-ben 30 ezer főt eléri nyára, hiszen a 60-as évekig több ütemben 60 ezer fősre fejlesztik a testületet. 70-es években, sőt, tehát a 80-as években is az akkori korszerűnek mondott fegyverzettel látják el őket, tömegosztatásra kiképzik őket, illetve fontos az, hogy bővítik is feladataikat, hiszen a határőrséggel, a polgári védelemmel együtt kell működniük. Több esetben segítenek egyébként az árvíz védelem során is. Az, hogy adott esetben mondjuk, ha egy valamilyen belső forradalom tört volna ki Magyarországon, mennyire számíthattak volna rájuk, ez egy más kérdés. Itt az 1968-as eseményeket hoznám például, hogy 1968-at követően a Csehszlovákiában, amikor már elfojtják ugye a prágai tavaszt, történik egy visszarendeződés, a visszarendeződés követően a csehszlovák lidová milíciát teljes mértékben újjá kell szervezniük. Tehát ez mindig nagy kérdés, hogy egy fegyveres testülettel kapcsolatban, vagy egyébként is, amikor a saját szomszéd, vagy saját nép ellen kell úgymond bevetni, ki mennyire alkalmazható. Amennyire ugye itt a testület adataiból, statisztikákból kiderül, azért különösen 63 után azért vegyes összetételű a testület, tehát valóban maradnak közöttük olyanok, aki nyilvánvalóan egyfajta ilyen fanatikus, de olyan is van, aki mondjuk azért lép be, mert tetszik ez a szolgálat. Mert aztán vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy a karrierjüket valamilyen módon ez segítheti. Ezt onnan tudjuk, hogy konkrétan ezt az iratok megnevezik, hogy sok olyan ember van, aki az akkor célként kitűzött 5 éves szolgálati időt nem tölti ki, hanem mondjuk szolgál 1 vagy 2 évet, vagy 3-at, és ezt követően le akar szerelni. Tehát van egy ilyen része is a testületnek, tehát 63 után azért változik a rendszer, és változik ezen belül a munkásőrség is. Kis Dáviddal, a Veritas Történet Kutatóintézet munkatársával Hatos Gyula beszélgetett a munkásőrség 60 évvel ezelőtti megalakulásáról.